A hírek világa után ismét a stúdióból köszöntöm kedves nézőinket, és hát a hír is egy jó hír, amivel most folytatjuk a műsorunkat. Egyik tanárunk egy vándordíjat alapított, Csiszolatlan gyémánt címmel, az alapító Borbás László, a Média Informatikai Intézet tanára, és az első díjazott pedig Olá János, első éves médiai technológus, jól mondom? Média technológus. Ez egy nem mindennapi díj, és nem minden tanszéken megszokott, hogy ilyen díjakat alapítanak. Tanár úr, hogyan jött az ötlet? Mi volt a célja ezzel a díjjal? Ezzel a díjjal az volt a célom, hogy a médiatechnológus képzésben résztvevő hallgatók nem csak a úgymond az érdemjegyekért teljesítsenek, hanem legyen egy kis plusz motiváció is, hogy egy olyan vándordíj, amiért érdemes legyen egy picit jobban a minőségre koncentrálni, és ezért találtam ki ezt a díjat, hogy ezzel is egy picit emeljük a színvonalat. Előtte fölmérte az évfolyam képességeit, hogy valóban van közöttük, akik jó képességekkel rendelkezik, jó etüdöket csináltak már, tehát azért összefüggött így módon is a díj létrehozása, nem? Igen, jó igen. Évfolyamot fogott ki. Igen. Elmondhatom, hogy elég jó évfolyamot fogtam ki. Előzőekben is már néhány hallgatót már ismertem, és tudtam, hogy elég jó képességű az osztály. És én is megpróbálok mindent megtenni, hogy még jobbak legyenek, mert ez a cél, hogy egy olyan szakember gárdákat összehozni, és olyan tudást a kezükbe adni, hogy a későbbiekben bármelyik televíziónál vagy filmes műhelyben megállják a helyüket, és eredményesen végezzék a munkájukat. Hogyan fogadták a hallgatók ezt a hírt, hogy a tanár úr egy új díjat alapított? Hát nekünk nagyon tetszett az ötlet, mert végig is ez mindenkire ösztönzően hatott, mert nem csak a jegyért kell küzdenünk, hanem hogy mégis ez egy elismerés számunkra. És hogy mindenkit motivált ez, hogy főleg ez, hogy egymást kellett pontoznunk, és akkor így ez egy... Mindenki mindenkit pontozott? Mindenki. Hogyan indult be az alkotás? Még volt valami inspiráció, amit tanár úr elmondott, témákat vagy javaslatokat? A téma szabadon választható volt, tehát az volt a kikötés, egy ilyen kb. 5 perces filmet kell készíteni, de a téma szabadon választható volt. És mindenki egyedül készítette a... Filmjét? Nem, itt csoportokat kellett alkotni, 4 fős csoportokat, és ez egy csoport munka volt. Mi volt a filmje? Hogy választották a témát? Hát a témát a helyszín adta, tehát előre nem volt megtervezve, hanem a helyszín fogott meg is. Melyik ebben helyszín? Hol? Hát ez itt Egerben fel Németen. Mentünk és megláttuk az úttól, csak megtetszett a hely. Mit? Egy kicsit mesélj el a filmet. Hát, mi készült el? Végül is ez egy magányos emberről szól, aki hát egyedül lófrál arrafelé, és akkor egyszer csak jön egy autó, abból kiszállnak a tulajdonosok és elmennek, és akkor meglátja az illető, hogy az autóban ott volt a kulcs, és hát ellopja az autót, de a tulajdonosok ezt észreveszik, és hát ebből lesz a konfliktus. Mi a megoldás? Hát... Mi a vége? Eláruljuk a poént? Hát végig is nem nagy poént, szegény emberke egy kicsit pórulja. Pórulja végére. És magányosan folytatja magányosan tovább folytatja. Az életét. Tanár úr, milyen témák jöttek be erre a díjra? Milyen témákat látott a hallgatóktól? Nagyon sokszínű volt a filmek témája. Dokumentum, film, ismeretterjesztő filmek, kisjátékfilmek, ilyen szappanopera jellegű kisfilmek, és egy-kettő készült olyan, ami fesztiválfilm, tehát elég jó. Nevezhető film. Versenyre? Igen. Két film szívem szerint, és már más kollégáknak is mutattam, és ők is mondták, hogy ez fesztiválfilm. És hova lehet elküldeni? Van-e valahol ilyen fesztivál a közeljövőben? Igen, szeretnénk a Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra majd nevezni ezeket a filmeket.
Szakmailag hogy látta a hallgatókat? Mennyire lendített rajtuk ez a díj, hogy még jobban odafigyeltek a szakmai dolgokra? Én úgy érzem, hogy ez azért segített valamilyen szinten, ez a motiváció, hogy egy picit olyan tényleg ebben a szakmai közeghez mérten egy ilyen elismerést szerezzenek a kredit és az érdemjegyen kívül. Szerintem egyrészt a csapatmunka, a munka szelleme is egy picit ezzel emelkedett szerintem. Tehát én úgy érzem, de hát így a hallgatóknak a véleményét kell meghallgatni az ügyben. Hallgatók előtt mit jelentett ez a díj? Hogy néztek magára utána? Volt-e rangja, hogy most ön nyerte? Hát különösebb rang nem volt, csak ez a mégis jó esett az elismerés a többiektől, vagy az ő szemükkel is, hogy nekik is tetszett, mégis ez volt a legfontosabb. Adott-e valami lendületet ahhoz, hogy tovább folytassa egy újabb munkával, egy más témával? Gondolkodik-e hát ilyen? Persze, most már így egyre több ötletem van, amiket meg kellene csinálni. Hát ez majd időkérdés, hogy hogyan össze, a csapat megvan. Ez már csak időkérdés. Akkor mindenképpen inspirálta egy kicsit arra. Hogy komolyabban foglalkozzon a szakmával. Ez az elismerést is kaptam, és hogy tudom, hogy ebben valamennyire akkor ezek szerint értek hozzá, tehát akkor már jobban... Csapat elfogadta? Irányítója volt a társaságnak, akikkel hát, dolgozott? Nem irányító, itt négyen voltunk egy csapat, mindenki csinált egy filmet is, mindenki a maga filmjében irányított. Tehát akkor ez a csapat több filmet is készített? Igen, négyen voltunk, négy film készült. És mindegyiket más irányította igen. Akkor. A többiek szerint. Mindenkinek megvan a feladat, akkor mindenki igen. Megmerítkezik mindenféle munkába. Ez ilyen szempontból igen. Is egy jó ötlet. Tanár úr, fönnmarad a vándordíj, lesz folytatás jövőre is? Mindenképpen én úgy tervezem, hogy lesz folytatás ennek a díjnak. Hát gratulálunk az ötlethez, tanár úrnak, és hát az első nyertesnek, a vándordíj első tulajdonosának is, Olá Jánosnak, és nagyon sok sikert kívánunk még a filmek világában, és azt hiszem, hogy nagyon jó dolgokat tanulhatnak a tanár úrtól is, hiszen rengeteg filmes dologban dolgozott, már jó szakmai gyakorlat van a háta mögött. Hát most hadd személyeskedjünk, hogy együtt is forgatunk néhány érdekes dolgot. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba, és hát további sikeres munkát kívánok. És akkor most nézzük meg együtt a nézőkkel, hogy a hallgatóink mit ajánlanak a programok világából az előttünk álló hétre.